Leereszkedem a hídról egy lépcsőn. Bal oldalon park található, melynek a nevét meg kell néznem, ugyanis most nem jut eszembe a neve. Germanus Gyula. Így hívják a parkot. Itt van a Liptai utca és a Bem rakpart. A Liptai utca fut a rakparti házsor mögött, de a rövid oldalon is Liptai utca fut, ami a szétnyíló Y torkolatát összefogja. Kimegyek talán a rakpartra. Ki az árnyékról, a napra. Itt állok a Bem rakparton, a nap és az árnyék határán. Előttem magas a Duna, a vize magas. Itt a rakparton rézsút állnak egymás mellett a parkoló autók, az egyik csálé. Vajon kihagyta itt? Egy csálé ember? Csupa naggyal, lehet-e egy ember csálé? Visszaolvasom az eddigi sorokat. Egy parkról írok, és csak ugyan. Itt van egy park a hátam mögött. Vajon kik laknak ezekben a házakban? Óriásit füttyentenek, megijedek. Belül fájt a füttyentés. Egy ember jön át az úttesten, dudaszó. Még nem látni, hogy nője vagy valami más. Szevasz! Kiált az alak. Ide jön. Hát te már megint itt vagy. Azt hittük, meghaltál. Nem hinném, hogy meghaltam. Vagy ha mégis meghaltam, akkor ön is ugyanúgy. És ez éppen olyan, mintha nem haltunk volna meg. Tehát mindegy, azt hiszem. Felszalad a szemöldöke, és egy hullámdallamot füttyent. Na hát mi van veled? Meg sem ismer, szarfaszúkám. Majdnem a pesti oldalról kiabálok már mióta. Tudod mióta? Mióta apád pilóta. Na, gyere, iszunk egyet. Honnan tudja, hogy szomjas vagyok? Felnevet, mintha vicceset mondtam volna. Jaj, Barnikám, hát az ember mindig szomjas. Ezen még soha nem gondolkoztam. De lehet, hogy csak ugyan. Hogy ez egy afféle csak ugyan. Te mi a szart írsz? Nem, ez az enyém. Ehhez ne tessék nyúlni. Ezt nem adom. Írok, ameddig lehet. Ehhez nem nyúl senki. Ez egy punktum. Leírod azt is, amit kajabálsz? Ez valami kísérlet? Mi a szar van veled? Nem adom. Leírok mindent, ami van. Rendnek kell lenni. Apicsa mindenit. Elcsöndesedik. Érzem, hogy néz ez az ember, de nem viszonzom a nézését. És mi ez a szerelés? Újabban futsz? Futva jegyzetelsz? Futva. Belenéz a jegyzeteimbe. Ez az ember visszaadta jegyzeteimet. Tépte a lapokat, becsukta, megfordította, kinyitotta, visszaadta. Van itt a közelben egy kiváló bebazda, mintha már ittunk volna ott. Iszunk megint egy kicsit, és elmeséled, mi ez az őrület. Megragad, visz. Most mondd meg, mondd csak meg, körbe mutat. Ez itt mindegy szálig. Micsoda, kérdezem. Mi van? Mi az, hogy micsoda? Mi micsoda? Kacag, öregem, te ostobább vagy, mint voltál. Ostoba. Ez a férfi utánozza a szavaimat. Eltorzul az arca, makogva, erősen ívelt kérdő hangsúllyal mondja, ostoba? Nem néz a szemembe. Ide-oda kapkodja a tekintetét. Kiköp. Megáll. Áll egy koszos üveg előtt. Egy ajtó előtt áll. Mi az? Kérdezem. Hát, ha megtudok valamit. Ide most szépen bemegyünk, de ezt a szart le kell tenned. Mi csodát kellett tennem? Ezt a jegyzetfüzetre mutat. Nem. Nem és nem. Nekem fontos feljegyezni valóm van. Az üvegajtó mögött sötét. Két alak tükröződik a koszfoltok között. Az egyik én vagyok. Az, amelyiknek a kezében könyv van. Hosszú a nyakam. Kilóg az Ádám csutkám. Borostától sötétlik az arcom. A tekintetem visszahúzódik a homlokeresz alatti árnyékba. Két kis fekete tó. Villan és elsuhan a kép. A kitárt ajtó mögül füst és hideg borszak gomolyog ki. Néhány lépcsőfokot kell lemenni a sötétben. Elől egy pult, mögötte hentes áll, de nem hústat, hanem csúcsos merőkanállal méri a bort fagylaltos kádakból. Ülj le oda, utasít egy férfi, és egy asztalra mutat. Körbe fekete lambéria. A plafonról légforgató csüng, kicsit himbálózik. Az a tiéd? Igen, de veszélytelen, bolond. A pultnál álló férfi a hentessel beszélget. Leülök egy asztalhoz. Előttem gyerekfej nagyságú, csipkézett viaszcsonk. Egy férfi jön felém italokkal. Na, megpróbálok hozzád butulni. Így áll. Köszönöm, én nem kérnék ilyet. Nem kérdeztem, Barnikám. Iszol vagy iszol, te döntesz. Kezemben kis pohárban fekete folyadék. Felemelem és forgatom. A férfi röhög.
Pont úgy nézel ki, mint egy kibaszott kémikus pipettával a kezében. Ez méreg? Leteszem a poharat. No, nem hülyéskedünk, iszunk. De ezt én nem szeretném meginni. Ne hőzöngjünk, kérem szépen, fogod és iszod, különben nagy baj lesz. Na, hoppá, hoppá, igyekvés van. Igyam meg, idd. Megiszom. Lenyeltem, még mindig keserű. Ezzel öblöges, mutat egy korsó sörre. Gyors ernyedést, enyhe meleget érzek és megkönnyebbülést. Jól esőn felejtek. Nem tudom ellenőrizni, hogy mi potyog ki épp belőlem, de érzem a táguló hiányt. Na mondd el, mi történt veled? Hogy értve? Hát, hogy mitől vagy így meggárgyulva? Mitől? Mitől vagy ilyen hülye, bazd meg? Rácsapott az asztalra. Mert hülyébb vagy, mint voltál, lobotómia? Ez nagyon sértő. Miért lennék én hülye? Hogy miért? Hát azért, pajtikám, mert a legönállóbb gondolatod eddig az volt, hogy visszakérdeztél. Mert úgy ülsz itt, mint egy barom állat. Mi a szentséges lófasz történt veled azóta? Mióta? Azóta, hogy utoljára találkoztunk. Ne mondd, hogy nem emlékszel. Vagy ennyire rühelled a képem, hogy eljátszod az Atya Úristen? Vagy ez valami április bolondja? Várjam, hogy az asztalra csapsz, megölelsz, meg minden? Hol vesztetted el magad ennyire? Egyáltalán nem így érzem magam. Máshogy. Rendben vagyok, köszönöm. Húha, nem hiszem, Barnikám, kibaszottul nem hiszem. Annyira vagy rendben, mint Makó Jeruzsálemtől, érted? Mert ez persze más kérdés, hogy én sem vagyok éppen a csúcson, de hát ez érthető. Nem találok munkát, tudod? Nem megy a bolt sem. A csajok meg jönnek is, mennek is, de inkább mennek, mint jönnek. Néha az az érzésem, hogy többen hagytak el, mint ahányan voltak. Persze én hagyom el őket, ne aggódj, de azért elmennek, és ez a lényeg. Ugye értesz? Még egyszer ugyanezt kérnénk. Kiabált ki a nagy darab úrnak. Aztán meg te is eltűntél. Azt hittem, már valami gondod van velem, hogy berágtál, vagy érted. Pedig hát, ha valaki berághatott volna, akkor az azt hiszem én vagyok, ha érted, mire gondolok. Hogyne, értem. De hogy érted, nem értesz te semmit. Miért ne értenék én bármit is? Hogy miért nem? Hát elmagyarázom, hogy miért. Azért nem értesz te semmit, pajtikám, mert buta vagy, mint a tök. Mert itt ül a tested, a lelked meg valahol elhagytad félúton, és a szemed úgy remeg az arcodon, mintha nem lenne mögötte semmi, csak fing. Erősen megbökött, a halántékomon. Egy ember jön itallal, leteszi. Na szevasz, tökikém, iszunk. Ráztam a fejem, a törzsem, mint egy csapzott kutya. Az van, hogy szerintem te eladtad magad az ördögnek, ezt a szép kis buksi fejed. Kérném, hogy ne pofozgasson. Hogy ne, baszkikám, ezek szerint nagy a harag. Lelapul az egész törzse az asztal fölé, onnan néz föl. Tudod te egyáltalán, mi az a harag? Vagy csak egy üres csigaház, vagy egy panel, vagy kispajtás? Közhelyére dukálódtál, de nem ez a legnagyobb bajám veled. Érzem, hogy egy kicsit megszédülök. Érted? Ez a legnagyobb baj veled. Én mondom. Micsoda a baj velem? Ez a te isteni fölényed. Ez a retkes gonoszságod, hogy mindenkit kizsákmányolsz, hogy nincs gerinced. Én voltam az, mutatóujjával egyenesen lebök, aki petyáéknak, hogy ne, ők, hogy de, hogy te egy ilyen kis csúszomászó féreg vagy, és akkor én, hogy hát azért mégsem így, meg úgy, érted? Én tartottam a hátam, amikor azt a Tibikét az érettségi után szarráverted, elárultad minden. Lehet, hogy így vagy úgy, de nem emlékszem. Rám nézzél, bazd meg, ne a papírba bújjál megint. Nem értem, mit mondanak nekem, ezért inkább nem beszélek. Na, mit mondasz? Kicsoda? Azt kérdeztem, mit mondasz? Semmi, senki. Ó, hát az nagyon derék. Csak ugyan. Hozzá már még egy karikát ugyanebből, köszike. Visszafordul. Na, mi ez a nagy kús, he? Igen, én is írnék inkább, mint izé, meg hozé. Igen, bazd meg, odabaszol, aztán szököl. Lapítasz, kussolsz, mész el minden. Na, mi az ábra? Hoppá, ugye, hoppá? Őszintén szólva nem értem. Mit mondasz? Mit? Azt mondd meg, hogy mit mondasz. Nem mondok én semmit. Hát mondjál akkor valamit, bazd meg. Ne kiabáljon már, uram, ez egy csendes borozó. Jó van már maga is, kussolok, jó. Ide fordul, közel az orrhegye. Hoppá van, ugye, hoppá van. Elnézést, de én szédülök. Hátradől, elfordul, legyint. Cigarettát vesz elő. Meggyújt kettőt, az egyiket nyújtja. Nesze. Nem kérnék. Kus. Számban kis papírral bevont szivacs. Könnyezik a szemem. Büdös van, szédülök. Szívjad, legalább lesz benned valami. Mi lesz? Kussoljál, szívjál, aztán köszönd meg. Köszönöm.
Amit a füzetedbe felírsz, azzal tisztában vagy? Nem tudom. Remek. Akkor írd fel a következőket. Retardált vagyok. Bárki ellenőrizheti egyetlen perc alatt. Nem tudom, mi történik körülöttem, nem értem az anyanyelvemet, és semmit nem fogok fel abból, amit látok. Idióta vagyok, romlott az elmém, a lelkem, a testem. Selejt vagyok, még kutyaszarnak is csak fing vagyok. Bárcsak kaparnák már ki a szemem a varjak, mert vakon lehet, hogy többet látnék. Gonosz vagyok, zsidó vagyok, cigány vagyok, török vagyok. Országnak, világnak ezennel tudtára adom, hogy én, aki a sorokat írom, egy létezésében megcsúfolt, megromlott egzisztencia vagyok, egy anti-ember vagyok. Jelenlétemmel igazolom, hogy buta vagyok, büdös vagyok. Én hozzám ne szóljon senki, mert ha kinyitom a számat, a madarak elfelejtenek repülni és lehúlnak az égből. Lassabban kussolsz, írod. Én egy lyukas garas vagyok. A világ összes sarokba állított rossz tanulója én vagyok. Én vagyok a világ összes sarokba állása, térdeplése és haszontalan bűnbánata. Én egy korcs vagyok. Gonosz vagyok és gyilkos, aki másokat sújtok a gonoszságommal. Nekem ez rosszul esik. Hoppá, rosszul esik? Akkor te mégiscsak játszod a hülye gyereket. Hé, bazd meg, hagyd már azt a szerencsétlent, kiabál egy ember. De kinek? Ebbe ne avatkozz bele, régi barátom, próbálunk beszélgetni. De ne így próbálkozz, mert kipenderítelek. Fasz, kalap, suttogja az előttem ülő férfi. Kicsoda? Te. Ki? Ki, bazd meg, ez a gyertyacsonk. Én? Én, lófasz vagy te én, te senki vagy, nem vagy semmi, te nem is létezel. De igen, én létezem, hiszen itt ülök és írok. Innen tudható, hogy létezem. Húha, aranyapám, te megtáltosodtál. Ez egy kisebb fajta filozófiai székfoglaló beszéd volt, tudod-e? Régen is agyalágyút voltál, de akkor még legalább volt benned egy kis büszkeség. Mondjuk éppen a beszédedre, a fogalmazásodra voltál büszke. Lehet, hogy akkor még kártékonyabb voltál az emberiségre. Kicsoda? Ki bazd meg én? Csöndben ülök. Nem szeretném felbőszíteni, de most melyikre gondol? Anyád picsájára gondolok. Te tetted tönkre az életemet, érted? Az hogy lehet? Mit csináltam? Én még soha senkinek nem tettem tönkre az életét. Szóval becsületesnek érzed magad. Azt hiszem. Hát akkor most kussoljál szépen, és pattanásig feszülj ide. Nagy levegőt vesz, az állát a mellkasára szorítja. 13 évesek voltunk. Én a leghátsó padban ültem, jobb oldalon, a Máté mellette, meg bal oldalon elől, a második padban, fasz se tudja már ki mellett. Amikor jelentkeztem, mindig hátranéztél, és vártad, hogy mit fogok mondani, én meg zavarba jöttem, és el is felejtettem már, hogy mi van. Végig a tanára bámultam, mert rád nem mertem, de közben meg nem mondtam semmit. Aztán leszoktam a jelentkezésről, mert annyira gáz volt. Néha akkor is, amikor nem volt semmi, az a kis fasz, aki te voltál, váratlanul hátrafordult, két kézzel belekapaszkodott a háttámlába, és engem bámult. Akkor szoktam vissza a jelentkezésre, mert annyira nem tudtam mit kezdeni a fürkészéseddel, hogy el kellett bújnom előle. Jelentkeztem, aztán megint meg voltam kukulva. De ugyanilyen váratlanul bámultál ki az ablakon is. Ha felszólítottak, soha nem tudtál válaszolni, de annyira leszartad a tanárt is, meg az osztályzatokat, hogy tiszteltünk, apám. És utáltunk, főleg utáltunk, mindegy. És aztán meg odajössz hozzám egy szünetben, odaállsz elém, és nyújtod a kezed, hogy bemutatkozz. Mondom, tudom, hogy hívnak, mire te, hogy az nem ugyanaz, tudni meg bemutatkozni. Igen, ezt mondtad. Mondtad, hogy délután menjünk el sétálni. Felmentünk a várba. Ott laktunk egyébként nem messze, de sem a családdal, sem egyedül soha nem mentem fel. Na most az nekem kurva nagy élmény volt, hogy azonnal volt miről beszélni. Vitáztunk, értelmeztünk, iskola, tanárok, mert ugye az osztálytársak téged nem érdekeltek, meg a család, meg a jövő, ilyen mindenféléről. És ettől kezdve így is volt sok évig. De még akkor, aznap kitaláltuk, hogy átmegyek hozzád, ott alszom, és éjszakába is folytatjuk a dolgot. Akkor éppen a hitről vitáztunk, te azt állítottad, hogy párhuzamosan két állásponton vagy. Az egyik az, hogy racionalista, ateista vagy, és minden érved Isten létezése ellen szól, sőt, amellett, hogy Isten mi teremtettük, ráadásul nem éppen úgy, mint akiben értelmes és érzékeny embernek hinni támad kedve, igen, kurvára így mondtad. Na de a másik meg az volt, hogy tapasztalataidra, meg gondolkodásmódodra, Nem is. Viselkedésedre, igen, ez az, viselkedésedre hivatkozva, amit nem tudtál meg, nem is akartál megmagyarázni, azt mondtad, hogy mégiscsak arra kell jutnod, hogy valamiért kettőnk közül éppen, hogy te vagy a hívő. Én meg az, aki hinni akar, és ezt összekeveri a hittel. Még azt is kisakkoztad nekem, hogy a hinni akarás a hit legnagyobb tagadása. Na, ilyen fasságokkal traktáltál, de persze ez akkor nekem nagyon tetszett, és folytatni akartuk. Felmentünk hozzátok ki a város szélére, emlékszem, amikor bemutatkoztam apádéknak.
Bírtam a palibát nagyon, meg ő is engem. Na és akkor felmentünk a szobádba, és ott vitáztunk hajnalig. Másnap minden órán elaludtunk, de aztán délután felélénkültünk, megint elmentünk sétálni valahova, és megint nálad aludtam. Nálam nem lehetett, ugye, mert apám még éppen akkor, na mindegy, zűrös dolog. De akkor ez így ment a puskám. Ez ment vagy 6 évig. Itt egy kicsit elhallgat. Nehezen megy neki a beszéd. Nekem a jegyzetelés, de ez így épp megfelel. Na, hol tartottam? Visszaolvasom, hogy így ment 6 évig. Ja, na igen, vagyis nem, nem teljesen. Mert ugye mindent együtt csináltunk. Nyáron együtt nyaraltunk, együtt bámultuk a csajok seggét, együtt terveztük a jövőt, felosztottuk a világot. Te újságíró, tudósító akartál lenni, az is lettél. Engem is elcsábítottál a szentimentális, nevetséges kis hülyeségeiddel. Még jó, hogy aztán nem mentem bele. De nem ez a lényeg, apukám. Nem a filozófia, hanem a nővérem. 15 évesen hozzánk is mentünk gyakran, iskola után szépen átsétáltunk hozzánk. A nővérem meg gyakran otthon volt, és nekem már az gyanús lett, hogy amikor én nem értem rá, mert valamit csináltam a szobában, és olyankor azt sem tudtam, hogy te még nálunk vagy-e vagy sem, mindig nálunk voltál. Érted? Ott ültél kint a konyhában, és fűzted a nővéremet. Aztán meg összejöttetek. Én voltam a harmadik, bazd meg, érted? És amikor elküldtelek, mondhatom joggal az anyádba, írtál nekem egy történeti összegzést arról, hogy mit csináltam, hogyan változtam, meglettem magányos, sértett és agresszív. És hogy én állítólag téged megütöttelek. Na akkor, mert addig soha, de akkor olyan kibaszott dühös lettem, hogy na akkor kaptál egy kurva nagy pofont, ez igaz. De hát ki nem adott volna? Jól van, nem baj. Kivártam, hogy hát ha észhez térsz. Mert akkor már volt neked is egy másik barátod, a Jancsi, az a kis segdugasz, de nem akarom bántani, jó gyerek az, csak segdugasz, hát nem tehetett róla. Hozta a könyvet a hóna alatt, hőha! Hogy oda ne rohanjak, és akkor ő lett az új kis kurvád, engem meg hanyagoltál, hűha, kurvára leszarom, érted? De bazd meg, ilyen nincs, a barát az barát, ha szar is. Na aztán hívtalak, hogy kitalálta, de végre mi van, hogy kegyet gyakorolsz-e a te nagyisteni lófaszodban, és akkor mi van, egyszerűen rámbasztad a telefon, paf. Megkérem, hogy ne üssön meg többet, különben távozom. Hűha, különben távozom? Na hát ide figyelj. Velem többet te nem baszol ki. Ott kuksoltunk a szőlőben éjszaka, nyilván emlékszel, ott a táborban, a szőlősor végén a kis füves rész, ahol az egész osztály verte a faszát, meg ilyenek. De mi ott kuksoltunk a hideg, puha homokban mezítláb a szőlőtövek között. Én azt hiszem, épp a Petyáról beszéltem neked, és akkor te csak úgy hirtelen odafordultál hozzám, azt hittem mindjárt megcsókolsz, mint egy rohadt kis burnyák, érted, úgy fordultál oda, mint az elején az osztályban, két kézzel kapaszkodtál most is a tőkék közötti drótban. Én ott guggoltam a drót túloldalán, és akkor azt mondtad, hogy ennek a barátságnak soha nem fog vége szakadni. Vagy valamilyen röhelyes szart mondtál, de akkor is ezt mondtad. Ezt mondtad, hogy soha. Aztán meg rám baszod a telefont, édesapám. Hát nem egészen így megy ez mi nálunk. Az én nagyapám nemes volt, kutyabőrös. Ott ilyen nincs. Én, ha valamit a nagyapám megígért, akkor az úgy lett és punktum. Itt nincs appelláta, meg cécó. Nálam rend van, na. Lehajtja a fejét, összeakadtak a szemei. Forgatja a poharát, szomorúan büfög. A barát az barát, ha szar is, ezt ne felejtsd el. Nem fogom elfelejteni. Én várom, hogy hívj, te meg dugod a nővéremet. Az nem az igazi, hogy úgy mondjam, és akkor aztán ott volt, ahogy is hívják. Még évekig próbáltam egy kicsit felnyitni a szemed, de már késő volt, már nem lehetett. Teljesen elvakultál a gőgbe, de egyszer sikerült találkoznunk 3-4 évvel az érettségi után. Te már erre, meg arra, meg csináltál mindenfélét, ismerkedtél emberekkel, meg ilyen lófasz dolgok, és akkor találkozunk, és én elmondom neked ezt. Megkérdezlek, hogy van ez most? Hogy mit hazudsz még magadnak? Mikor hagyod már abba? És akkor te erre, bazd meg, vigyorogsz, meglapogatod a vállam, és közlöd, hogy nem óhajtasz velem soha többé beszélni. Az utolsó szavait széttárt karral hangosan, hóha! A kisfaszom nem óhajt. Hát ki a fasz vagy, te kis haverkám? Ki a lófasz vagy, te? Figyelj csak, megmondom, hogy ki vagy. Egy kurva nagy senki, niemand, senki, zéró, az vagy, te főhercegségességed. Csak rázod a picsád, ennyi vagy. Itt komoly dolgok vannak, te meg csak rázod a picsád. Hát fogd már fel végre. Nulla, kész. Elmondom, nulla. Egy kis hangya fasza se, na az vagy. Tapsol. Nem látszik elégedettebbnek. Mi van? Nincs semmi. Na, mit mondasz? Kicsoda? Azt kérdeztem, mit mondasz? Semmit, semmit. Ó, hát az nagyon derék. Csak ugyan. Hozzá már még egy karikát ugyanebből.
visszafordul. Na, 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 mi ez a nagy kus, he? Igen, én is írnék inkább, mint izé, meg hozé, igen, bazd meg, odabaszol, aztán szököl, lapítasz, kussolsz, mész el, minden. Na, mi az ábra, hoppá, ugye, hoppá? Őszintén szólva nem értem. Mit mondasz? Mit? Azt mondd meg, hogy mit mondasz. Nem mondok én semmit. Na, akkor ide figyelj, segítek neked, de mondjuk tök kibaszott mindegy egy ilyen agyhalottnak. Na, játszunk valamit. Beszélj megállás nélkül egy percig. De én szédülök. Hát ezt éppenséggel magasról leszarom. Mit mondasz, ha beszélned kell? Van-e valami gondolatod? Igen, van. Hogyne volna. Az a gondolatom, hogy én egy barna faburkolatú teremben itt, és hogy fáradt férfi a délutáni fényben sötét van, felparázslik, füstöl és büdös. Szédülök felnézni, inkább hagyom, és lóg a tekintetem, inga a sorokon. Mondja a férfi mellettem, felállt, és mondja, hogy ezt nézzétek ide, ide, több fáradt férfi áll körülötte, hallom a hangom, vízben lubic, én is ott vagyok, a vízben nincs sem pára, sem szédülök, nem vagyok, könyv sincs benne. Miben? Tisztán látom, a higany szálat fölfelé emelkedik, bennem az emléke. Utolsó emlékem, hogy ülök a cellámban. Honnan tudod, hogy utolsó? Mi az utolsóság? Nem hallhattam még, mert itt vagyok. Cellámban van én, a fejem hatalmas és nem fér ki a rácsból. Kapaszkodnom kell, hogy el ne. Ülök, sírok, toporzékolok. Látom az embert a rácsok között messze, nő, ruha. Illata van, érzem, ahogy mit csinál és illatozik. A radiátor kattan, melegszik. Szédülök, ülve szédülök és írok. Hol vagyok most? Egy sötét helyen férfiak vakarják egymást, nevetés, és még mindig ott a rácsok között. Kapaszom a rácsot, ne guruljak hátra, döglött kutya áll a küszöbön. Hé, ledobta az égszíjat a kismajom. Ezt kiáltja egy ember, kiabálás, röhögés. Na ezt írt, fiam, én egy 20 kilométeres faszkalap vagyok, jellemem csiga, csiga, biga, bú. A pinát nem szeretem, buzi vagyok, én istenem. Aki beszélt, most eldől, leesik, koppan a földön. Szédülök, én is nézem, le fogok esni. Koppan egy pohár az asztalon, benne fekete folyadék. Nem látok semmit, hangzavar van körülöttem. Sötét, hideg füst, most szól a zene is. Édes és keserű fekete zene, hány óra lehet? Az ajtó mögött is sötétedik, vizelnem kell, nem merek felállni, meddig kell még itt ülnöm? Az orrom előtt csattant egy fogsor, össze, benne ezüst fog. Lecibálja róla a gatyátlan röhög a hátsójával. Üss rá, üss rá! Rá kellett ütnem egy férfisegre, ráütöttek az enyémre is, ugatnak, hogy vau, vau. Ütik a vállamat, nevetnek, pofoznak, röhögnek, el akarják venni ezt a... A közreadó kommentárja. Sok álmatlan éjszakát, sok fejtörést okozott nekem ez a kézirat. Jó-e, ha a nyilvánosság elé kerül? Vagy maradjon a majdani hagyaték része? Sokáig arra hajlottam inkább, hogy ezt az életvallomást semmiképp nem lehet közkézre bocsátani, és ennek a fő oka a tapintat. Ezek az iratok fontos dokumentumai lehetnek az orvostudománynak, egy nagy értékű búcsú a szeretteknek, és bizonyos értelemben, és a szöveg szűkös perspektívája ellenére is, egyfajta kordokumentum. Megfordítva a dolgot, egy beteg ember múltjában, bűneiben és nagyszerűségében való topzódás, ami nem más, magánügy. Így gondolkoztam eddig. Többször újraolvasva a kéziratokat, melyeket Barnabás bátyja juttatott el hozzám, végül arra jutottam, hogy a szövegek mégis kiemelkednek önmaguk egyszeri jelentés tartományából, és valamelyest az általános felé mutatnak. Nem művészi értéket tulajdonítok nekik, hiszen formájukat tekintve nemigen akaróznak rokonságot mutatni a regények szerkezetével, ám egy kis szerkesztéssel mindenképpen olvashatóvá válnak bárki számára. Ha pedig valaki elolvassa, az író szereplő többé nem Schwarz Barnabás, hanem egy igen részletesen megrajzolt, bárki olvasó számára tanulmányozható személy. Most, döntésem után úgy tekintek Barnabás életét őrző irataira, mint egy különleges betegségben szenvedő ember testére, amely a tudomány, az okulás és egyáltalán nem a megbotránkoztatás céljából formalinba foglaltatik és kiállítatik. Nem mondhatnám, hogy jól ismertem Barnabást, de annyit tudtam róla, hogy magányos volt és elvhű. Nagyon gyorsan tanult, mert törekedett. Emberi esendőségeiről korábban semmit nem tudtam, és most, hogy részben már ismerem őket,
Csak egy emberi portréhoz, illetőleg egy portréban kirajzolódó emberi probléma árnyalásához járulnak hozzá, nem pedig egy esendő lélek jellemének megítéléséhez. A probléma tárgyszerűsítését és egy élő vagy valaha élt egyén jellemrajzának általánosítását nem embertelenségből teszem, ellenkezőleg. Abból a szeretetből, amelyről mit sem tudtam ez idáig. Nem okolok senkit, és nem vádolok senkit, magamat sem. Csak annyiban, hogy állandó ügybuzgalmamban nem vettem észre azt, amit Barnabás a kézirataiban szívszorító őszinteséggel megvallott. Illetve észre is vettem, meg nem is. Sejtettem, hogy közeledése az én örökösen kívülálló alkatomnak, nem pedig a személyemnek szólt. Rajongása pedig inkább annak a pozíciónak, amelyet mint tanára elfoglaltam. Ezen a ponton fontosnak tartom kiegészíteni a történteket, nem csupán azért, hogy az igazságot szolgáljam bele, hanem a helyzet tragikus fényét tompítandó. Egyáltalán nem tudtam róla, hogy Barnabás egy egyéb iránt pedánsan megírt cikkben készül megvédeni a szerb Gábor Mihállyal szemben. Tapasztalatból tudom, hogy az ilyen és ehhez hasonló ügyeknek mindig nagyobb a füstje, mint a lángja. Fellobbannak, és szinte azonnal elillannak. A beszélgetésről tájékoztattak, de nem tudtam elmenni, ugyanis betegen feküdtem a kórházban. Ez a második kiegészítendő. Barnabást félretájékoztatta a rovatvezető. Óvakodom attól, hogy szemémet bármilyen mértékben is hangsúlyozzam, és mert én magam is a történet általános értéke mellett tettem le a garast, ezért akár harmadik személyben is beszélhetnék arról a szereplőről, aki egyébként személyemmel azonosítható. Beteg voltam ugyan, de nem súlyos beteg, és a daganat, amelyet csak ugyan megállapítottak nálam, jóindulatú daganat volt. Mondhatnám, bár ezzel a főhős tragédiáját még sötétebbé teszem, kutyabajom. Aggodalma és eltitkolt szeretete megrázott. Barnabás jelenleg kórházban fekszik. Állapota romlott. A korlap szerint nem amnéziában szenved, hanem valami másban, aminek a neve most nem jut eszembe. A főorvos egyelőre nem javasolja a házi gondozást. Ez a kézirat tehát a test preparátuma. Mint a könyv egyik szerkesztője, aki a kéziratlapok olykor olvashatatlan sorait türelmes filológusként bogaráztam ki, lelkiismeret furdalás nélkül publikálom, s ha Barnabásnak ezt elmondhatnám és elmagyarázhatnám, azt hiszem megértené, hogy mi lett élete jelentősége, melynek végéhez elérkezve én személyesen úgy érzem, hogy tragikus apoteózisában lénye nem szánalomra, hanem sokkal inkább irigylésre érdemes. Lohász Péter.